Észak-Korea teljes körű támogatásáról biztosította Oroszországot az orosz-ukrán háborúban, közölte Kim Jong-un, valamint Vladimir Putyinnal tárgyalt. Az orosz elnök fennyeli tárgyalásait feszülten figyelte a világ, mert a tervek szerint a jövőben még szorosabban működik együtt a két atomhatalom. A találkozót alig néhány nappal azután tartották, hogy a NATO főtitkára arról beszélt, a katonai szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját. Washingtonba kapcsolunk a témáról Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, az M1 amerikai választási szakértője, és Nárai Balázs, az M1 washingtoni tudósítója beszélget. Jó napot kívánok, így van, köszöntjük a nézőket innen a washingtoni hőségből. Itt sincs hidegebb, mint Budapesten van. És azt hiszem, hogy hűsítő témákról most sem fogunk beszélni, annál inkább izgalmas és fontos témákról. Így van, az észak-koreai orosz csúcs találkozó itt Washingtonban is téma volt. Anthony Blinken külügyminiszter és Jens Stoltenberg NATO főtitkár találkozóján is szóba került. És a kérdés talán az Kis Rajmundhoz, hogy vajon meg kell-e lepődni, hogy vagy amerikai részről meg kell lepődni, hogy orosz és észak-koreai tárgyalások vannak, hiszen igen, az Egyesült Államok szövetségeket épít, erősít, és így Oroszország is talán ezt teszi. Tehát reálpolitikai szempontból ez egy meglepetésre okot adó dolog-e? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, Balázs. Több mint 100 évvel ezelőtt az Egyesült Államok 26. elnöke Theodore Roosevelt, nem is olyan messze innen a Fehérháztól, azt mondta, beszélj szépen, legyen nálad egy furkósbot, sokra viszed. Látnunk kell, hogy az elmúlt 20 év amerikai politikája, külpolitikája, nyugodtan mondhatjuk leszámítva Donald Trump 4 évét, inkább a furkósbotról szólt. Tehát egyre kevesebb tárgyalás van a világban, egyre inkább furkósbot. Mi ez a furkósbot? A furkósbot több milliárd dolláros segélyezés, vagy tenger alatt járó és fegyverek. Azt kell látnunk, hogy az Egyesült Államok külpolitikája nagyon megváltozott. Az Európa parlamenti választásnál beszéltünk róla, hogy hogyan viszonyul az Egyesült Államok Európához. A partnereitől maximális lojalitást kér. Európától és ázsiai országoktól is, aki még van, egyelőre Korea és Japán. Érezhető a feszültség, mindenkit be akar vonni a szövetségi rendszerbe Oroszország ellen, viszont sokkal több ország nem áll be. Tehát az Egyesült Államok gyűjti a szövetségeseit, most láthatóan természetesen Vladimir Putyin is, és ez konfliktus jelenti. Ez gyakorlatilag az látszik, hogy ez a sokszor emlegetett új hidegháború, ennek a frontjai jobban láthatóvá válnak? Ez pontosan így van. Ne felejtsék el a nézők sem, hogy utoljára több mint 24 évvel ezelőtt 2000-ben volt Oroszország elnöke Észak-Koreában. Ez nem véletlen. A háború kitörése óta viszont ez már a második találkozójuk, hiszen 2023. szeptember 11-én Vlagyivosztokba utazott Kim Jong-un, amikor már egyébként védelmi-ipari fejlesztésekről és közös élelmiszeripar és pénzügyi befektetésekről is tudtak beszélni. Hát azon kell elgondolkozni Amerikának és a NATO-nak, hogy lehet, hogy eltelt 24 év és nem ment Putyin, hiszen része volt annak a világrendnek, abban a jóval békésebb, tárgyalóképes világrendnek. És a tárgyalásokról beszélünk, akkor érdemes talán megemlíteni, hogy Vladimir Putyin nem csak Pjongjangban volt, Észak-Koreában, de Vietnámban is, ami sok szempontból még izgalmasabb kérdés, hiszen egyfelől szimbolikus, Vietnám, ott vívott az Egyesült Államok és Oroszország egy vagy a proxy háborút még 60 évvel ezelőtt, a vietnámi háború. Másik oldalról pedig Vietnámot az Egyesült Államok is partnerének tartja. Tavaly tavasszal Anthony Blinken külügyminiszter, tavaly ősszel pedig Joe Biden elnök baráti tárgyalásokat folytatott a vietnámi vezetéssel. Nos, akkor Oroszország próbálja ebből a szempontból megszerezni Vietnámot, saját maga mellé állítani? Vietnám lett az új kedvenc. Óriási lehetőség van Vietnámban gazdaságilag, nem csak a népesség, a gazdasági lehetőségek, és ami nagyon fontos, hogy Vietnám szeretne levegőt venni a baráti amerikai és a baráti kínai ölelés után. Tehát Vietnámnak most ez az orosz kapcsolat, mint egy falat kenyér, úgy kell, nagyon izgalmasan alakul a dél-kelet-ázsiai országnak a külpolitikája, megfelelő egyensúlyt tart az Egyesült Államokkal és Kínával, de érzi, hogy ez a barátság néha fájdalmas,
Ezért most ez az orosz lehetőség fantasztikus. Oroszország pedig két legyet üt egy csapásra, nem csak kiváló gazdasági kapcsolatokat fog majd kötni Vietnámmal, hanem nem kevés borsot fog törni itt a mögöttünk lévő Fehérházban. És talán, hogy kitör borsot a Fehérházban dolgozók vagy ülők orra alá, visszautalhatunk az majd egy héttel ezelőtti úgynevezett békecsúcsra, amelyen ukrajnai békéről volt szó. Ugye az Egyesült Államok számára ez egy nagyon fontos dolog volt, viszont ami borsot tör az orruk alá, az, hogy rengeteg olyan ország nem írta le zárónyilatkozatot, amelyeket az Egyesült Államok partnerének tart, és nagy hatalmakról beszélünk. India, Brazília, Mexikó, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, tehát ebből a szempontból. Most tulajdonképpen majdnem elmondtad a BRICS országokat, Oroszországot leszámítva. Ebből is láthatják a nézőink, hogy mennyire nehéz Magyarországnak a béke szigetének lenni, hiszen nekünk minden szövetségesünk, az Európai Unió minden tagállama, a NATO minden tagállama, Szlovákia már nem szállít fegyvert, de támogatják igenis Ukrajnát Oroszország ellenében. Ezért van rajtunk óriási nyomás. Értem, amit mondasz, hogy Brazília, India, a világ kétharmada nem állt be a szankciós politikába, csak pont mi Európa közepén, Európa szívében, mi igen, és a sokkal nagyobb országok ugyanezt az utat követik, hiszen tárgyalni kell, és béke kell, és közös nemzetközi együttműködés kell. De hogy van az, hogy az Egyesült Államok a Közel-Keleten diplomáciai nyomásgyakorlást folytat a béke érdekében, Ukrajnában pedig mindezt nem látjuk, tehát ezen a békecsúcson is talán a legkevesebb szó arról esett, hogy milyen módon, milyen utakon, milyen diplomáciai eszközökkel, furfanggal lehet a béke útjára lépni. Több elemző mondja, és nem csak elfogult republikánus, hogy az elmúlt évtizedekben ilyen gyenge 4 éves külpolitika nem volt. Valamit fel kell mutatni. És azt szeretné felmutatni természetesen a Biden adminisztráció és Antony Blinken, a külügyminiszter, hogy beálltunk Ukrajna mögé, mi amerikaiak megszerveztük a koalíciót, és legyőztük a gonoszt. Rossz hírem van, november 5-ig biztos, hogy nem fogják legyőzni Oroszországot, szerintem később sem, valami külpolitikai sikert el kell érniük. Utaltál november 5-ére elnökválasztásra, néhány szót beszéljünk az elnökválasztási kampányról, hiszen Donald Trump az elmúlt hetekben tényleg igazi országjárásba kezdett, az ország nyugati részén, Kalifornia, Arizona, Nevadában kampányolt, és bemegy olyan demokrata fellegváraknak tartott államokba, Kalifornia vagy városokba, mint Detroit, amelyeket sokan a republikánusok számára megnyerhetetlennek tartanak, de mégis, és tényleg kampányol, kiszabadult a bíróságról, már nem kell ott ülnie a bírósági tárgyalóteremben. Balázs, nagyon fontos a tévés vita. A közeljövőben lesz is az majd első. Így van, egy hét múlva. Az első egyébként Kennedy és Nixon között volt 1960. szeptemberében. A tévé fontos, a közösségi média fontos, de a Trump követőinek látniuk kell is a volt elnököt, és az ő karizmáját, az ő tekintélyét, a sármját, ott kell lenni az emberek között, hiszen látjuk, hogy sajnos a jelenlegi amerikai elnök akarna se tudna az emberek között sétálni, mert néha még egy színpadon is nehéz neki sétálni. Nagyon fontos a republikánusoknak, hogy minden egyes csatatér államba, és nem csatatér államba is menjen el személyesen Donald Trump. És azt hiszem, hogy a jövő héten a vitáról, jövő csütörtökön, itten idő szerint az esti órákban lesz ez a televíziós vita. Fogunk sokat beszélni, szerintem többször is beszélünk majd Kis Rajmunddal, az M1 amerikai választási szakértőjével, az MCC diplomáciai műhelye vezetőjével. Nárai Balázsnak köszönjük!